Illés Gáspárné Erzsi néni Hadikfalváról jött, magával hozta ősei mintavilágát. A mai napig ezeket rajzolja a tojásokra gyakorlott mozdulatokkal. A művelet ennyi év után is figyelmet követel, de Erzsi néni ennek ellenére azért mesél nekünk. Tapasztalatból kell csak megtanulni. Sokat írtam, rengeteget. Csak most már úgy remeg a kezem, hogy nem akar menni. Én úgy szoktam, hogy mind a két végét megpöttyözöm, és akkor úgy hozom a vonalat. Csak remeg a kezem. Én csak a székely mintákat szeretem. Miért? Nem tudom. Az az igazi. Mindenki tanulta egymástól. Nem igen tértek el a mintákkal. Az a miénk volt. A mintákról Erzsi néni azt mondja, mindegyik kötődik a mindennapi élethez. Hát itt van például a gerebés. Itt van a zekevasos. Itt nincs is olyan, amit a gerebés, a zekevasos, és ezt ismerem, amit szép. Kiskalapos. Igen, azt igen, vaskalapos is. És sokféle. Itt most már ez keverék, mert várja is, meg a széke is itt van. Mert hát kismányokon keveredtek a székelyek és a svábok, ebből adódóan a mintavilágban is megjelentek mindkét népcsoport elemei. Ahhoz, hogy szép legyen a megírt tojás, lépésről lépésre kell haladni, az ősi technológia szerint. Meleg kell legyen a tojás, meleg a viasz is, úgyhogy óvatosan kell dolgozni ezzel, komoly sérüléseket lehet szerezni. Ha már megvan a minta rajta, még jó langyos a tojás, akkor jön bele a festékbe. Festékbe igyekszünk annyit tenni, hogy szépen ellepjen, ne legyen foltos a tojás. Ha már megfogta, akkor kiszedem. Leszárítom, kicsit disznózsírral bekenem, hogy jó sima legyen, meg majd fusson rajta a rony. És a rongyot nagyon fölhevítem a platnin, hogy olyan forró legyen, mint egy vasaló talpa, és azzal a viaszt le tudom szedni. De tulajdonképpen azzal egy kicsit a tojásba is bedolgozom a viaszt, és így ezzel lezáródik a tojás pórusa, és tartós lesz, hiába egy főtt tojás. És ha egy évig egy helyen tárolnak egy tojást, akkor az utána már időtlen időkig eláll. Illésnék Véder Margit, a Kismányokért Egyesület elnöke. Ők szervezik minden esztendőben a közös írókázást. A dolog pont úgy zajlik, mint a nagymamák idejében, amikor húsvét előtt összegyűltek a lányok, asszonyok, hogy mire a legények jöttek locsolkodni, lehessen mivel várni őket. Én a Sparhelt mellett nőttem föl. A apai nagyanyám nővére csinálta Váraján. Ők fertőztek meg idézőjelbe téve, amire örökre hálás leszek, mert nagyon szeretem ezt csinálni. Annak idején különben a nénik úgy csinálták, hogy összejöttek, öten, hatan, mind ahogy most is csináljuk. Mindenki hozta maga a tojását, és a várajaiak hagymahéjba festették. És a Sparhelt alatt volt egy irgalmatlan nagy lábos, vagy csak nekem tűnt nagynak, meg kicsi voltam. És abba az elkészült tojásokat belerakták, beledugdosták a hagymahéj alá. Egy éjszaka alatt ott pihent. Másnap föltették a Sparheltra, jól átmelegedett, akkor nem kellett ilyen megoldással a viaszt leszedni. Jól átmelegedett, szépen megbarnultak, tojáshéjától függően szép sárgára, vagy egész pirosbarnára, és akkor egy kenderpóccal még a forró tojásról leszedtük a viaszt. És ők tojásvását csinálnak húsvét hétfőn, keresztgyerekeket egymás keresztgyerekeit azzal meg ajándékozzák a tojásra. Én ezt láttam, ebben nőttem föl. Aztán Majoson is voltak székelyek, ott meg pirossal festették. És aztán meg idejöttem férjhez, és én megötvöztem a várajai mintákat piros tojáshéjjal. Hát, így alakult ki a kismányoki minta. A legfiatalabbak most is ott sertepeltének, de az anyukák már nem nagyon járnak el a közösségbe. Szerintem
mert az én családomból ezt kaptam, de úgy nagyon nem. Inkább most, akik most kicsik, talán azok fognak ebbe felnőni. De én nem. Ugye a mikorosztályunk nem igazán van ebbe. Az egyetemen a barátnőimet próbáltam oktatni, vagy hát tanítani. Aztán, hát nem tudom. Itthon próbálom, én is még tanulok, bőven van mit tanulnom. Úgy veszük észre, hogy azért minden évben van, aki még érdeklődik, vannak újak is mindig, vannak, akik visszajönnek, és ezért csináljuk, igyekszünk tanítani. Ahogy a festés, úgy a locsolkodás hagyománya is visszaszorulóban van. Talán itt is majd a kicsik lesznek azok, akik szívesen járják a házakat, ma is nem hagyják majd abba később felnőtt korukra ezt a szokást. És akkor van értelme a kismányokiak előfeszítésének, hogy kultúrájuk egy darabja tovább élhessen.